Köszönjük a kedves nézőket itt az Expod Vadonatúj műsorában, és hát egy rendhagyó műsorral részsel érkeztünk hozzátok, méghozzá a nem sok hatalmas tábjával, Szabó Tomka Hannával, itt ül már közöttünk, Sziasztok. és a meghamisíthatatlan Vesztátorral, akinek szerepében Misinger Peti áll. Sziasztok! Szerusztok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek! Ez egy nagy megtiszteltetés! hiszen szinte tőletek is majd tanulhatok most akár így a kis podcast keretében. Nagyon tetszett a műsorotok, igaz, bevallom, nem néztem mindet végig. Azt hittem, azt ez... mondod, hogy egyet sem nézted, de azért tetszett. De... Nem, ez egy, ezen... egyet sem néztem, csak próbáltam javítani rajta, nem, belenéztem. Én azt gondolom, hogy azért a, a műsor, műsor, hát mondhatjuk műsornak végül is, vagy valamilyen szerkesztés alapján lett összeállítva. Figyeljetek, engem lenyűgöztetek. Az, hogy ezzel lehetséges, hogy másokat mindenféleképpen nyűgözött le, úgymond, amiről vagy akikről beszéltetek, ezt szerintem nem kell nektek mondani. E, hogyan jött az ötlet? Maga a nem soknak a, az elkészítése. Mondjam, hogy mondod? Én azt szeretném hozzátenni, hogy ez az első dicséret, amit kaptunk a nem sokra, mert no. csak azt hallottuk, hogy hogy lehet ilyet mondani, miért csináltunk ilyet, és hogy hogy képzeljük, hogy mi ezt kimertük mondani, amit mindenki gondolt igazából, csak erről nem szokás beszélni. Akkor minket. ezek után engem is szavazni fognak valószínűleg. Vért mert én egyetértettem jem. azzal, hogy ez egy jó műsor volt. Házhoz mentél érte, magadnak csináltad, most jó. már így meg, amit főztem. Akkor így az első két a... percben már leszerepeltem. Simán, Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi volt a kérdésem? Tulajdonképpen az, hogy <laughs> <Ezt> kérdezik, <laughs> de... hogy jött az ötlet. Ja, hát az ötlet az onnan jött, ugye hogy nagyon sokáig néztük, hogy mennek évadok. A második évadot nem tudtuk nézni, és a harmadik évad is elindul, és mi mindig nem vagyunk ott. És az ilyen nehéz volt ezt, ezt elviselnünk, hogy mi miért nem lehetünk még egyszer ott, és mások kimennek, mennyire jó lesz <laughs> nekik ez a műsor. És kicsit ki akartuk venni belőle a részünket, és így sikerült. Úgyhogy végül is ez volt a kiinduló pont. Technikailag egyébként ez úgy nézett ki, hogy valamikor <coughs> tavaly karácsony előtt nem sokkal, Érted, nem sokkal. Bocs, muszáj volt. Hanna megkérdezte, hogy nekem mi a tervem, mert tudta, hogy nekem ez azért egy kicsit fájó pont az egzatlan, és hogy nem mm -hmm. tudtam nézni a, a másodikat, és hogy fogom-e nézni, vagy valami, és mondta neki, hogy hát van egy olyan tervem, hogy hát majd minden hét végén live egyet Instán, vagy valami jól megszakértem, elmondom a véleményemet, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem ezt együtt csinálni, de persze, akkor csináljunk már egy... YouTube csatornát. Jó, csináljunk, tök jó ötlet. Most ez egy tök jó ötlet, csak ennek a megvalósítása nyilván nem. Az horror volt. Így. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 26-án? Azt hiszem, talán így elszaladtunk megvenni hozzá. December. Egy, december. Tehát december 26-án. 26 elszaladtunk, hogy hogy akkor most kéne? December 26-án zárva vannak a boltok, úgyhogy ezt ne higgyétek el, de igazából Szerintem tényleg pár napunk volt Nem Meg te ilyen, Ilyen egy nap volt és De úgy, hogy festéket venni, meg meg ilyenek, és egy napunk volt megcsinálni az egészet, mert mm. az volt a deal, hogy legkésőbb 28-án mi ki akarjuk küldeni a legelső uh, műsort, hogy mielőtt még elkezdődik, nekünk ez már kint legyen. Tehát volt durván másfél napotok. Aha. Maradjunk annyi, hogy másfél Nagyjából, nap arra, igen. hogy akkor egy egy részt, a legelső részt megcsináljátok. Aha. Igen. igen. Ki lenne... volt az első szereplő? Emlékeztem a Livy. El? Szerintem a Livy volt amúgy, aki vendégként jött hozzánk, mert uh -huh. ugye ő volt az első kieső, aki nagyon nagy port kavart az Exotlomba, hogy vagy egyrészt hogyan szerepelt ott bent, meg hogy miért kapott három medált akkor a Dóri, uh -huh. és akkor elhívtuk, és akkor az volt az a videónk, ami nagyon nagyot robbant. Mikor. Előtte is jó volt a nézettségünk nagyjából, legalábbis mi meglepődtünk, hogy miért érdekel ennyi embert ez a dolog, uh -huh. de akkor a Livis videót megnézte százezer ember, és akkor néztünk, hogy na akkor ez igazából még lehet, hogy jó is lesz. Akkor csináljuk. Aha. Igen. Uh -huh. Jö. Akkor rendület az megvolt? Hát egy ilyen ezeres nézettség után szerintem nem kérdés. Igen, és az az érdekes benne, hogy tőlem korábban sokan kérdezték, hogy ha amúgy szeretek tévézni szerepelni, miért nem csinálok YouTube csatornát. Uh -huh. Mi a bánatról? Tehát, hogy nekem nincs hozzá uh -huh. kreativitásom, nem tudom, hogyan kell, és ez meg úgy adta magát. Tehát, hogy volt téma, tudtunk róla dumálni, nyilván kezdetleges eszközökkel, emiatt kaptunk is savat, de hogy mindegy, és akkor így elkezdtük, és, és belendült az egész magától. Jó, azért akkor azt úgy gondolom, hogy már nyertünk most, amit az asztalon látható. Pet egyébként nagyon sok minden felfedezett már ezen a kis keverőgépen, mint mondjuk akár már a... Hát mit nézzünk meg? Akár egy ilyet is. Vagy a Úgyhogy ezt nagyon élvezte. Szerintem ebben már nyertünk, erre jön egy... Még én is egyébként csak felfedezem ezeket. Muszáj ilyet beszereznem. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó játékszer. Igen. Visszatérve, tehát kanyarodjunk egy picit vissza. A, az, hogy vendégeket hívtatok, mi volt a koncepció? Attól függetlenül, hogy a kiesett versenyzőket akartátok hívni. Mi volt a, a sorrend, vagy mi volt az a szempont, akit mondjuk elhívtok a műsor? Vagy mondjuk, ki az, akit elhívtatok, de nem akart eljönni, vagy nem jött el? Most, Ó, jó, ez jó, több lépcsős. Én nem tudom, tudom kaptam-e kívánást? Igen, ugye, ugye az elején ez a műsor, ez nagyon jónak tűnt. Legábbis mindenki szerette. És ahogy elkezdtünk egyre jobban véleményt formálni, akkor volt az, hogy ó, igazából, de bunkók ezek, miért mondják azt rám, hogy. De valójában mi egy őszinte véleményt formáltunk arról, ami abban a héten ö, lezajlott a játékban, és utána a következő héten lehet, hogy full ellenkezőjét mondtuk, mert akkor azt láttuk. És igazából uh -huh. ezt nem tudták teljes mértékben az emberek hova tenni, hogy mi az, hogy egyszer ö, rosszat mondunk, utána jót mondunk, de végig őszinték voltunk. És szerintem uh -huh. ez a fontos, hogy nagyon kevés őszinte szereplés van igazából az interneten. Uh -huh. És, és nem mennek véleményt formálni az emberek, és nekem ez nagyon hiányzik, hogy, hogy valaki merje, ki mondja azt, amit gondol, és ne csak így elmismásolja, hanem ami úgy van, az úgy van. És ebben egyébként nagyon fontos, hogy mi, mi nem rajongóként beszéltünk róla. Tehát nem, nem az volt, hogy van egy-két kedvenc karakterünk, akit folyamatosan ajnározunk, és mindenkit meg akarunk győzni róla, hogy mennyire ő a jó, hanem simán volt olyan, hogy valakit dicsértünk, mert tök jó futott a pályán, majd következő héten savasztuk, tehát, hogy, és ugyanez egyébként viselkedésben is, tehát, hogy mennyire jó fej, hogy kiállt a barátjáért, majd következő héten akkor a paré volt, hogy darabokra szettük, Tehát és benne van, de ilyenkor mi... És, és ezért kellett egyébként, ezért kellett vendég, mert mi nem, nem embereket akartunk bántani, nem, nem embereket minősíteni, uh -huh. hanem szituációkat. És azt gondoltuk, az volt a koncepciónak a lényege, hogy fejlődjük el ezt a polkorrektséget, tehát hogy nyilván nem cél a bántás, de a véleményformálás mindenképpen, Viszont szeretnénk teret adni azoknak, akiket mi azért erősen megkritizáltunk, és a Livi például ilyen mm. volt, a Dóri is nagyon ilyen volt, mind a kettőket nagyon sokat kritizáltuk, de azt szeretnénk, hogy vagy azt szerettük volna, hogy eljöjjön és elmondja a véleményét. Mm -hmm. És volt, hogy kaptuk mi is az osztást. Na most oké, de hogyha mondjuk a az őszint, tehát amikor van a savazás, mm -hmm. ami már-már akár átmehet egy kellemetlen kellemetlenkedésbe, mm -hmm. viszont van az őszinte vélemény, nagy a különbség közte, Na most mindig be tudtátok lőni ezt az egyensúlyt? Visszanézve, visszatekintve, tehát azért visszanéztetek adást, hát gondolom megnéztétek ugye akár a nyersanyagokat, vagy az hogy mi lett adásként. Volt olyan pillanat, amikor azt mondtátok, hogy hát gyerekek, ezt nem kéne. Én nekem azért nem volt, mert én felelősséget vállalok azért, amit kimondok. És ha uh -huh. van egy szituáció, amiben azt érzem, hogy ezt kell mondanom, akkor azt fogom mondani, de ha utána mondjuk a Livi besétál és azt mondja, hogy ez nem így történt, akkor én azt elfogadom, megbeszélem vele, és azt mondom, hogy jó, oké, akkor uh -huh. mi ezt rosszul láttuk. De valójában én nem fogom azért javítgatni a saját szavaimat, hogy mindenkinek megfeleljek. Én abban a héten, uh -huh. vagy azon a héten, amikor én azt kimondtam, akkor azt gondoltam erről a helyzetről. A következő héten már lehet, hogy tök mást gondoltam, de akkor viszont azt fogom mondani, amit akkor gondolok. És én utólag, fél év múlva nem fogom azt... Nézegetni, hogy hú, miért kellett nekem azt mondanom. ha valakit megbántottam, és ő ezt nekem elmondja, hogy én megbántottam, akkor megbeszéljük, és lehetséges, hogy mm -hmm. bocsánatot fogok kérni, mm -hmm. mert én hajlandó vagyok erre, de abban a szituációban azt gondoltam, hogy ez így jó. De felismered magadban, hogy hogy mondjuk lehet, hogy picit nyers voltál. Nem ja, őszinte, én... hanem mondjuk nyers. Ja, én mindent hogy... vagyok. Ah, szóval, hogy jó. Való, való, <laughs> Akkor való, az az nincs felismerés? Az. Igen, szóval, hogy biztos, hogy voltak bátor részek. Mindenkinek mm. vannak, aki így hirtelen beszél, de mi direkt nem vágtuk szét a videóinkat darabokra, hogy hú, ezt lehet, hogy nem kéne belemondani, Föraktuk úgy, ahogy volt, és vállaljuk érte a felelősséget, és hogyha kimegyünk a játékba, és velünk szembe jönnek azok a játékosok, akiről beszéltünk, mm. ott is vállalni fogjuk a felelősséget ezért, amit mm. mondtunk, és ha ez a felelősség az, hogy bocsánatot kérünk tőle, akkor az, ha meg uh, ugyanúgy azt tapasztaljuk, ami a játékban is volt, akkor meg az. Egyébként annyira aktuális a kérdésed, <coughs> bocsánat, hogy. Uh... Nekem pont ma volt egy ilyen, egy ilyen adás, amit visszanéztem. Név nélkül szeretném, tehát, hogy az egyik egy Exatlon játékossal felvettem a kapcsolatot, és beszélgettem vele, vagy ezt azt kérdeztem tőle, és elmondta, hogy egyébként nem vagyunk olyan viszonyban, hogy válaszoljon erre, mert hogy darabokra szedtük, igazságtalanul úgy gondolja, hogy valótlan dolgokat állapítottunk meg, vagy hogy rossz színben tüntettük föl, és hát én rosszul éreztem magam, mert hogy tényleg, ahogy ő leírta, elég csúnyának tűnt. Én elmondtam neki, hogy figyelj, mi ezeket láttuk, mi nem, nem téged akartunk bántani, egyébként bírunk, tehát hogy borzasztó jó sportoló vagy, emberileg is bírunk, csak az az adott, adott kontextus az olyan volt. És, és, hát végül nem jutottunk ugye dűlőre, tehát nem, nem sikerült az álláspontomat kellőképpen megvédeni. Bocsánatot kértem azért, hogy úgy fogalmaztam, hogy neki nem jött át a lényeg, hmm. tehát hogy nem azt értette alatta. Hmm. És pont ma néztem vissza ezt a videót, hogy vajon mi lehetett az, ami bántó megtaláltam, hogy mi az, amit ő bántónak érzett, viszont, viszont továbbra is azt gondolom, hogy ezt a véleményemet tudom vállalni, és továbbra is tartom, hogy nem őt minősítettem, nem a helyzetét minősítettem, hanem egy adott szituációt. Uh -huh. És ezt továbbra is így szeretném csinálni. Tehát én őszintén szeretnék kint is működni, és mindenkinek elmondani. Akár a, a, az együttéléssel kapcsolatos problémákat, pozitív-negatív dolgokat, akár a versenyen kapcsolatban. Szerintem De ezzel lefér. nem volt baj mondjuk 2019-ben sem. Tehát a ti irányatokból, amit én észrevettem nyilván, ugye kívül kívülállóként, bajnokként ezt nem láthattam annyira bent, hogy ti hogyan vélekedtek. De mindig elmondtátok a véleményt az, hogy mondjuk, nektek a, mondjuk nem is tudom, két kihívó között mennyire volt meg az a rivalizálás, hogy már közelítünk a játék vége felé. Azért voltak éles szituációk. Valjuk be. Nem kell neveket Na, mondanom, ilyen, majd mondok úgyis. nevet is, lesz egy ilyen játékunk, egyébként majd feldobálok nektek neveket, és akkor arra az egelső jellemzőt kell rávágnotok. Majd öm, szeretsz veszélyes. Én picit én. még nem, picit még bemelegítjük a, a szituációt, még azért nem akarok ennyire támadni. Az fura, ugye most legfőképpen, sőt kihívókat fogok ugye itt a, az expotban interjúztatni, vagy hát podcastként kifaggatni megmutatva azt, hogy nyilván mi is emberek vagyunk, és a bajnok, a kihívóval ugyanúgy tud beszélgetni. Most azért nyilván arról nem fogunk mesélni, hogy mondjuk a, ide a befelé jövő, vagy a folyosón mit beszéltünk, vagy miről beszéltünk Petivel, de pontosan tudják, hogy mi is emberek vagyunk. Na most az első évadban azért azt, azt tudom, hogy a verseny vége felé kialakult azért a bajnokok és a kihívók között is valamilyen feszültség. Noha ugye nem voltunk egy csapatban, de ugye összeköltöztünk a végén. Uh -huh. Ki milyen feszültséget vagy rivalizálást látott? Én azért pontosan tudom, hogy a vége hogyan alakult, valamin nagyon múlott. Na most az, hogy ugye különböző időre egyménk, hogy az nézők tudják, hát persze lehet mutogatni most már egyébként így egyszerűbb. Pontosan tudják azt, hogy milyen eredmények alapján kellett ugye a döntőben futnunk Katával, de az megint más, hogy ez valami miatt alakult így. Na most azt pontosan tudom, ez visszajutott hozzám szerintem már a, döntő után egyből, amikor hazaérkeztünk, hogy a, fiúknál miért alakult így ez, az eredmény. Na most te nézel, Peti. Én mint az Vanna megbólogat. Tehát valamelyikőtök őtök tudja az igazságot, én nem tudom, miről van szó. Én Segíts. tudom, amit mindig szoktam mondani. Ezt, ezt, figyelj, én abszolút, tehát én nem szeretnék belekérni semmi olyanba, amit ti nektek, vagy nektek kellemetlen. Nincs olyan. Nincs olyan, oké. Okay. Na akkor majd Ez a kellemetlen akkor a játékban nincs a majd lehet. nem válaszolok. <gül> <gül> jó, oké. Okay. Tehát akkor, akkor Hannát kérdezem, hogy szerinted mi az, ami alapján alakult így a vége? Most nem különösebben magamra fordítva ugye azt a képet, hogy miért volt így a döntő, miért lettem második, csak kíváncsi vagyok, mert most ugye hát figyelőként ülök ebben a pozícióban, hogy most miért alakult így nem az eredmény, hanem a, a rendszer, ami alapján kellett úgymond ugye, megdöntenünk ezt az időt. Uh -huh. Ugye a levetően mi nem tudtunk róla, hogy miért fogunk futni ott az utolsó futamunkon, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy millió forint nem mindenkit motivál, akkor, amikor már kiesett abból a játékból, amiért hónapokig küzdött. És én azt éreztem a lányokon, hogy a nányok ezt elengedték, és őket nem érdekli az az egy millió forint, hogy akkor még ott futkozzak. Én elrontottam az elsőt, kész, szálltam, nekem semmi kedven nem volt utána már ö, többi pályán uh -huh. futni, és a Timi igazából kocogva megcsinálta azt az időt, amit utána a Katának uh -huh. meg kellett uh -huh. döntenie. Most ez ebben mi az igazság? Szóval, hogy a fiúknál meg véremenő csata volt azért, hogy kifut a legjobb időt, uh -huh. és utána neked kell azt megdönteni. Szóval, hogy valójában a koncepcióban volt a hiba, de a mi hozzáállásunkban is volt hiba, abból a szempontból, hogy valahogy nem tudtuk még egyszer elkapni ezt a, ezt a foranat uh -huh. kiesés után. Uh -huh. De én azért nem tudnám okolni önmagunkat, mert az már nem a játék része, hogy nem. pénzeket lehet nyerni a végén. Az a játék része, amikor te megnyerheted az egész játékot. Uh -huh. és, és valójában én azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt fair ez a végszó, és senki nem mondja azt, hogy a Kata jobb játékos volt, mint te. És én a mai napig nem gondolom ezt így. Csak sajnos ez egy tévéműsor. Így van. És azért ezt valljuk be, hogy ö, a nézők is más látnak, mint ami a háttérben van. Szerintem ezzel nem árunk el hatalmas nagy kulisszatitkokat, nem? Tehát ezt uh -huh. nem mindenki tudja, aki nézi a műsort, hogy ez egy műsor, nem véletlenül. Viszont az, hogy a fiúknál miért alakult egy az idő, én erre akartam rákérdezni. Tudjuk, hogy ki volt a hármas. Négyen, hárman voltatok? Hárman. Akik futottak az időben. Ja, persze, ugye, igen, a, igen, a igen, igen. Máté, igen. Jóni Máté, Rudi. Meg én. És ugye így. hát itt a Vesztátor. Vesztátor. Itt... Ö, na most én erre lennék kíváncsi hogy ez miért alakult ennyire értem az egy millió forintot, én is futnék érte abszolút, pénz, pénz de szerintem itt még a háttérben volt valami én amit én gondol... nem tudok biztosra. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó szerencsétlen helyzet volt tehát ö, én azt gondolom, hogy ö, és azért nem jutott egyébként eszembe tehát, hogy gyorsan visszalépnék egy-két percet azért nem tudtam, hogy miről beszélsz mert hogy számomra a férfi nyertes, tehát hogy egyébként is a férfi nyertes te vagy. Nyilván neked fáj, hogy a fő az nem volt, de hogy nem, azt hittem, hogy arra akarsz rákérdezni, hogy hogy te nyertél. Mert hogy nekem nyertes vagy, ugyanúgy, mint a kata. Tehát, hogy ugye ezért nem értettem a, a dolgot. A Hanna, most nagyon jó. Így most már tiszta. Persze persze, persze, persze. Én azt gondolom, hogy ö, mi is kérdést csináltunk abból hogy kiviszi el az egymilliót. Mm. Tehát ha már kiestünk, ugye nyilván azért az nem nagy titok, hogy ott a végén, ugye két nappal a vége előtt estem ki, én veszetőben akartam lenni a döntőben. Nagyon nyerni akartam. Őrültem fájt már az is, Sajnálom. amikor a Rudi... Hát, majd leverem rajta, nincsen, akkor majd de most, mikor megyünk ki. Meg egyébként azt gondolom, hogy az, hogy kvittek vagyunk, hogy lényegében részben miattam nem tudtál te lenni a bajnok, bár ez nem volt cél. Igen, de hogy... vissza visszakaptam. A igen. szabad, de nem fogalmaznék így se. Ön nem, mert tehát ez nem volt szándékos. Nem, abszolút ez... nem. Nem, nem, nem. Tehát mi sem tudtuk, hogy, hogy ennek más tétje is van, mint az egymillió. Bennem még bennem volt a küzdőszellem. Uh -huh. Én még meg akartam mutatni, hogy uh -huh. ugyan ha nyertes nem lehetek, de mindenki mást magam mögé akarok utasítani. Uh -huh. És ha mindenki más, akkor a Rudi meg a Máté volt. És valószínűleg a Rudit nekem, és ahogy én ismerem, neki is presszis kérdés volt, hogy na nehogy már előtte végezzek. Az milyen gáz lenne, ha előtte végeznék? Igen. Hogy most ezt hogy, hogy fogalmazta meg magának, ez a más kérdés, de ott prestis kérdés volt. A lányoknál nem volt ilyen. Tehát mi, mi nyilag futottunk, és, és az a szép, és nem tudom, hogy a, a nézők, hallgatók emlékeznek-e rá, de hogy szerintem nagyon jót futottam. Akkor már hetek óta nagyon ment a játék, uh -huh. és nagyon-nagyon és jó lett az egész. Látható, hogy a gond nélkül, tehát nagyon jó volt a különbség, hogy a, a Rudit is meg tudtam verni, és még rám is egy percet rám vertél. Az rettenetesen sok. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó voltál, és még ez is kevés volt. Tehát a koncepcióban volt a hiba, ami miatt én azt gondolom, hogy a játékosok nem hibásak, és talán a szerkesztők sem, mert hogy még nem csináltak hasonlót, tehát nem gondolom, hogy azok, akik kitalálták a, a, ennek a döntőnek a koncepcióját, nagyon hibás koncepció lenne, azzal nem tudtak számolni hogy az utolsó pillanatban lesz egy sérülés, ugye a Dorkának a lesérülése. Én... Visszajön a kata, ez tönkreteszi a Hannát, tönkreteszi a Renit, elfogynak fejben. Nagyon-nagyon jó témába <laughs> keveredtünk <laughs> most. Egyetem. És ezzel mindenki olyan, mindenki olyan kellemetlen helyzetbe került, és továbbra is azt tartom, hogy ez lehet, hogy nem volt egy jó megoldás, visszahozni a katát, én nem tudok jobbat, és amit én tudnék, esetleg, ami lehet, hogy jobb megoldás, az is lehet, hogy ugyanilyen nagyon rossz vége lett volna, és ugyanígy balhír lett volna. Én azt gondolom, hogy a csillagok állása is rossz volt. És a csillagok állása miatt a katára haragszik kvázi mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan haragszanak a katára, mert hogy kiesett és mégis megnyerte. A csillagok állása miatt te nem lettél nyertes, a csillagok állása miatt kiesett a, a Hanna, meg kiesett a Reni. Ez azért nagyon sok. Szerintem ezt nagyon-nagyon ezt sok feldolgozni. Nem, Néz, megemésztenénk. Te igen, tehát igen, én is igen, így igen. mondanám. A, azért mondtam, hogy nagyon kellemes vizekre vesztünk, mert pontosan emlékszem arra a pillanatra, egyébként ez, ez él bennem, amikor a sárga, sárga pályán, a hevederes. Szakadó, azt, esőben, szakadó esőben. így van. Tehát nagyon drámai volt egyébként, mintha tényleg azt is megrendelték volna. A, a keresztény szegény dorkának. A, igen. Csóta egy És mondom, ezt sose fogom elfelejteni, akkor Laci jött, hogy akkor mondana valamit még így pluszba, amikor már befejeztük és szétáztunk, hogy akkor jönne vissza egy versenyző. És az a pillanat, amikor én átnéztem a kék fellépőre hozzátok, nem mindenki lepődött meg annyira, mint mondjuk Szabó Tomka Hanna, de biztos vagyok abban, hogy ez mindenkin egy ilyen mély nyomot hagyott, mert pontosan tudtátok azt, hogy egy erős versenyző jött vissza. Hanna. Igen. Milyen érzések kavarogtak a fejedbe? Most nagyon ilyen szerkesztős vonalon próbálok mozogni. Az első pillantásnál mit gondoltál akkor, hogy Kata jön vissza? Mi nagyon sokat dolgoztunk a dorkával azért, hogy hogy mi ketten, a Petivel együtt hárman legyünk benne a végén a, a döntőbe. Jó csapat és, volt és egyébként. Hát és a trió abszolút. Több. Igen, <laughs> nekünk ez egy szövetség volt, és ebbe a szövetségbe hiába volt a Kata, egy aranyos lány nem fért már bele, mivel mi az eleje óta építettük ezt. És ha uh -huh. mi hármal akarunk ott lenni a végén, és mondjuk én a dorkával akarok küzdeni a végén, akkor nincs egy harmadik, akit még beengedhetünk, ezért a katát ki kellett ejteni. Uh -huh. És nekünk volt egy tök jó játékunk arra, hogy hogy ejtjük ki a katát. És a dorka rengeteget melózott azért, hogy a párbajon kiessen a kata. És én azt gondolom, hogy hogy ennyi munkát, és nem azért, mert mi... Nem szerettük a katát, egyszerűen nem fér bele, hogy a döntőben már hárman vagyunk. Mi a megoldás, uh -huh. ketten kell, hogy legyünk. Ő jött be később, mi szövetség vagyunk, valakinek ki kell esnie. És a Dorka kiejtette, és innentől kezdve. Én azt gondolom, hogy az egyik legerősebb játékos kiesett a játékba, és ez a kata volt. Igen. És ott marad a dorka, aki a másik legerősebb játékos. És én az elejétől fogva tudtam, hogy a dorka brutálisan erős mm -hmm. játékos, de én vele akarok küzdeni. És az, hogy a dorkát elveszítem, majd egy nap múlva visszajön a másik nagy ellenfelem, akitől addig is tartottam, nem igaz, nem, nem igazságos szituációban igazából, mm. innentől kezdve nekem az ott egy óriási mélypont, és én nem fogom eljátszani, hogy de örülök neki, amikor abban Abszolút. a pillanatban nem örülök neki, hogy ő visszajön, amikor ez egy nagy meló volt, és, és én azóta megbeszéltem ezt a Katával, ő is tudja, én is tudom, mm. hogy hogyan reagáltam akkor, és azóta mit gondolok erről a helyzetről, de én ott nem fogok máshogy reagálni, mint így, mert ez a normális szerintem. Akkor mi már pláne Katát. Ha megdeztétek, akkor így nincs semmi. Meg van beszélve, és igazából ő is tudja, hogy ez miért alakult így. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy ezt a témát én elengedtem a kapcsolatban. Most, hogy visszajön ebbe a játékban, én teljesen tisztalapokkal indulok vele kapcsolatban. Szerintem ez így helyes, de akkor abban a játékban ezt így kellett játszani. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy így a csapatban, a kataszemével soha senkinek nem volt gondja. Tehát, hogy, és ezért is mondtam neki, hogy amikor visszajött, azért ő érezte ezt a érzést, de nagyon sokat beszélgettünk is róla. Nem én. csodálom. Tehát. Én nekem ez, le, ez volt meglepő, hogy nagy munka volt abban, hogy mondjuk a katakiesen számomra ez egy ilyen erős kijelentés lenne, de sportolóként átgondolva nem. Tehát ezt, de figyelj, ezt... a játékban addig van barátság, amíg, amíg nem lesz az ellenfeled. De amikor az ellenfeled, uh -huh. akkor hiába a legjobb haverod, úgy kell odállnod, hogy, hogy, hogy neked meg kell nyerned azt a futamot. És tudom, hogy egy barátnővel, akivel jobban vagyok, sokkal nehezebb versenyezni. Uh -huh. De előbb-utóbb eljutunk erre a pontra. És, és valójában, hogyha van rá lehetőségem, akkor meg fogom teremteni azt, amit én szeretnék. Ha meg nincs rá lehetőségem, akkor majd más fogja megteremteni, amit ő szeretne. De ha én irányíthatom a szálakat, és mivel jó játékos voltam, uh -huh. én irányítottam a szálakat, meg a dorka igazából akkor mi ezt a döntést hoztuk. Most lehet sajnálgatni az ellenfelet, de valójában az ott nagyon a végén volt, és ott már mindenki mindenki ellenfele volt, akármennyire a legjobb barátnőm és barátom, az ellenfelemé válik a végén. De de ezt igazából senki nem meri kimondani ebben a játékban, pedig igen, erről de. szól a vége, a vége de. az már csak ennyi, egyéni játék. Addig meg igazából kell a legjobbaknak ebben maradnia, és egymást húzni, hogy attól lesz jó csapat. Mm -hmm. Látod. Persze rossz az éleket hallani, tudom, rossz az éleket hallani, de erről Ó, Jó, még ez a a Látod, milyen jó, hogy Csúlyra sok játék. volt, a nem sok, és a Hannát megedzettem, mert most nem bírtam annyira belepofázni, hogy belezavarjam. Abszolút. De forrongtál nagyon, itt nagy, nagyon ilyen. edzett. Igen, Küzdöttél mert hogy de igenis, van, aki fölvállalta, már nincs haragudj. ugye azt mondta Hanna, akkor tettem így csuriba a kezemet, nehogy elfelejtsem, hogy egy, egy barát ellen, egy barátnő ellen nagyon-nagyon nehéz küzdeni, amikor ez véremenő küzdelem, és ott ez ez megtörik, vagy, vagy valami nem lesz jó ebből az egészből. Azt hiszem, hogy a, a mi évadunknak a második, talán a harmadik napján jártunk, amikor ugye az első párbaj közeledett. És a Laci megkérdezte tőlem, hogy Péter, mi lesz veled, hogyha pár bajra kell menned? Uh -huh. Hogy fogsz tudni barátok ellen, csapattársak ellen küzdeni? És uh, én akkor hoztam egy idézetet, ami, ami az ókorból származik, ugye a gladiátorok idejéből, uh, ez fönnmaradt róluk: hogy gladiátor ne barátkoz gladiátorral. Uh -huh. uh, és, és igazából ennek valójában annyi a lényege, hogy gladiátorként bármikor kaphatsz egy olyan ellenfelet, akivel egyébként régóta jobban vagytok, barátod, testvérednek tekinted, és hát két lehetőséged van, vagy te szúrod le őt, vagy ő téged. téged. Feltéve nyilván, hogy, hogy utolsó vérig megy a... a harmadik opció de, de túl lehet azért érni gladiátor viadalat is, de hogy nyilván arra kell készülni, hogy az egyik az ott elhullik. Kettő bemegyek Igen. Hát ha leszúrod. E, nem, nem, nem menjünk be a gladiátor. Nem menjünk szóval szóval bele, az... de mindegy, igen. De hogy alapvetően ez a koncepció, hogy csak az egyik jön ki. Uh -huh. Na már most, én ezt már akkor is így gondoltam, és elmondtam a Lacinak, hogy hát figyelj, hogy itt csapattársak vannak, nem barátokat szerezni jöttem. Végül sikerült egy csomó barátot uh -huh. szereznem. Ezzel viszont én ezt a harmadik napon olyan konfliktust robbantottam ki, legalábbis én azt hiszem, hogy ezzel sikerült elgurítanom a dolgot. Az első, az első puska az, az ez volt valójában, hogy, hogy mi, hogy ezek neked nem a barátaid, és hogy te, téged nem érdekel, és nem akarsz barátokat építeni, miközben mi egy, egy család vagyunk, egy Jó. csapat vagyunk, és ez. Atya úristen, hogy ebből konfliktusok voltak, tehát hogy ebből látszik, amit a Hanna mondott, hogy. Barom azon volt ott, bár nem szeretem a, de szeretem a saját vállamot veregetni, na mindegy, szóval de igen. Tudjuk. Szerintem. De én azt gondolom, hogy ennek, ennek ennyi a nyitja, hogy itt mi harcosok vagyunk. Egy nyerhet, és ez mindegy, hogy sport vagy harc, egyetlen egy nyerhet. Nem enként, nyilván. Ez egy csapatjátékba öltöztetett egyéni verseny. Pontosan, igen. Itt ezen szerintem nincs mit cenzúrázni ebben. Uh -huh. Tehát az, hogy van egy nagyon szép bajnok, meg egy nagyon szép kihívó csapat, és akkor kívülről nagyon jól néznek ki, és úgy de nagy boldogságban, jobb esetben, kívoknál, ugye? Tehát ez ritkább volt talán. A mévadunkban is, is. Az összesben az összesben így van. Oké, oké. Ott, ott egy kicsit személyesebben éltem át, de erről beszélünk. A végén csak egy nyerhet. Uh -huh. Tehát ezt uh -huh. szerintem mindenki el... Az, hogy az elején azért, ugye én tartalékjátékosként, ti, ti kezdők, alap kezdők, kezdők uh -huh. voltatok. Uh, mikor esett le ez? Az egyéni játék a féltekben. Oké, okay, hogy azért érlelődik, tehát kimész kihívónak, oké, okay, vagy csapatba vagy, stb. élvez a játékot, de mikor volt az a, az a ráébredés, amikor azt mondtad, hogy na jó, hát most már akkor mehetünk az egyéni vizekre? Mik, mikor, mikor jött ez? Nekem az első nap. Az első nap? Én, Aha. én soha nem voltam csapatjátékos nem tudom, hogyan kell csapatban sportolni. Szóval, hogy nem ott fogom magamra erőltetni, hogy hogyan kell. Én mm -hmm. tudom azt, hogy az én teljesítményem jó, az a csapatnak jó, és ha mindenki így állna hozzá, akkor nagyon sokáig jutnánk. De azzal, hogy sajnálgatjuk a másikat, meg próbálunk mindenkit tökéletesre fejleszteni, aki ugye nem alkalmas rá azt is, csak az, hogy ne essen ki a csapatásunk. Én azt gondolom, hogy ez, ebben a játékban magaddal kell foglalkozni, magadat kell minél jobban előre tolni olyan szempontból, hogy neked kell lenni a legjobbnak, úgy tudsz tenni a legjobb, ha mindent megnyert, és ha mindent megnyertél, te fogod megnyerni a végét, de a csapatodnak is jó az, hogy te mindent megnyertél. És én nem értem ezt, hogy, hogy miért kell azt erőltetni, hogy ez egy csapat. Lehetünk jobban, lehetünk, lehetünk egy jó közösség, de attól még az egyéni teljesítmény számít. A csapat teljesítmény az akkor lesz jó, ha az egyéni teljesítmény jó. És volt egy ilyen pillanat, amikor az Ági ugye elkezdtük megtanítani, dobni, Igen. hogy hogyan kellene megtanulni, dobni, és nagyon sokat segítettünk rajta. Uh -huh. Majd amikor odaállt a dorka mellé a párbajon, és én szerettem volna, hogy a Dorka-ben maradjon, akkor az ági majdnem kiejtette a dorkát. Azért, mert megtanítottuk dobni. Most akkor mérlegeljünk, hogy melyik a fontosabb az, hogy tökéletes csapatunk legyen a végéig, de a végén úgyis csak egy maradhat. Vagy én tudom, hogy én teljesítek, és a másik megpróbálkozom úgy, ahogy ő tud teljesíteni. És itt van az exatlon nagy zsenialitása szerintem. Igen, Tehát, és... Itt, itt, válik izgalmassá, hogy neked attól függetlenül lesznek barátaid, akiket amúgy segíteni akarsz, de a végén ott lesznek az ellenfeleidként. Vagy teljesen egyének végjátszod, és unatkozol, és rosszul érzed magad, és folyamatosan rátszáll a csapat, mert ez a másik verzió, ugye? Ilyet Hogyha hát te egyéni játékos vagy, akkor oda fognak küldeni mindig párbajozni, hogy téged mindenki után menjél párbajozni, ezt a bemaradsz, akkor bemaradsz, nem, akkor nem. Szóval valamilyen szinten azért kell, hogy a csapat részese legyél, a természetes szituációkban, de a játékban te egyénként szerepelsz. Szerintem. És azt gondolom, hogy így most három évad után tök egy véleményen vagyunk amúgy a Hannával, tehát hogy én is azért sokkal inkább egyéni játékos vagyok, de talán ezt még ott akkor nem gondoltam ennyire át a legelején, de nekem is viszonylag hamar jött, csak nyilván én egyéni játékos vagyok, én is sokkal inkább. De hogy az a nagy bravúr, az a nagy csavar, az egzatlomban, hogy valójában a csapattársaid az ellenfeleid. Ö, kérdez, kérdezik tőlem, kérdezték akkor is, hogy mit gondolsz a bajnokokról, kitől féltél, ilyesmi. Nem a bajnokoktól kell félni. A bajnokok nem ejtenek ki. Tehát a másik csapat, amíg nyilván nem butoroztak össze, nem tud kiejteni. A bajnokok azt tudják elérni, hogy a ti csapatotokból kiessen valaki. A csapattársaid azok, akik ki tudnak ejteni. Tehát az ellenfeleid az azonos nemű csapattársaid. Tehát ez azért nagyon érdekes, mert valójában az ellenfeleiddel kell, hogy összezárjál, tehát a kihívóként, a kihívó ellenfeleimmel össze kell zárnom, hogy minél tovább kitoljuk azt, hogy valaki közülünk kiessen. Tehát, hogy valójában az ellenfelekkel küzdök együtt. És utána, amikor ez nem sikerül, mert előbb-utóbb előbb, eljön, tehát hogy olyan még sose volt, hogy az egyik csapat egyáltalán nem veszítsen, eljön, onnantól éreződik a viszony, és már is tisztán ellenségek, vagy ellenfelek vagytok, bocsánat. Mm -hmm. És ez szerintem zseniális. Meg azért az is érdekes, hogy te egyéni szinten építed magadnak ugye a statisztikádat. Mm -hmm. Tehát a kutya nem kérdezi meg azt, hogy a melletted levő mit csinált mondjuk a mai napon. Mm -hmm. az, az nem a te dolgod. Az, hogyha magadnak építed, vagy lerontod, akkor így jártál a végén. Szóval valamilyen szinten tényleg a saját eredményednek vagy a kovácsa, mm -hmm. mert amúgy meg a csapatom most az, hogy megnyertek egy nagyon jó kis csillagjátékot, és elmehettek egy picit katomorántúrára, mert ugye a kékek oda is erőszerezettel mentek, míg mi nem. Ez utána már senki nem fogja megkérdezni. És egyébként azért nagyon érdekes megint csak, amit mondasz, mert a, ebben csodálatos szerintem a, a Fodor mond, ugye a mi évadunkból, mert ugye neki nem volt jó a statisztikája, nagyon sokszor kapott ki. De miért kapott ki nagyon sokszor? Azért kapott ki nagyon sokszor, mert hogy érezhető volt, hogy többen sokkal gyorsabbak, meg jobban futnak. Tehát vigye elő a legügyesebbet, aki úgysem tudnak pontot hozni, és a többieken tudnak a bajnokok pontot hozni. Uh -huh. Ezzel két, dolg két dolgot ért el, hogy a csapatnak sokkal jobb lett. Tehát például az adott kieséses napokat a bajnokok nyerték meg, baromi jól csapatnak, viszont a saját halálos, halálos ítéletét kezdte el aláírni, Igen. mert hogy amikor neki a legrosszabb a statisztikája, nem fognak odállni a csapattagok, hogy figyelj, miattunk vesztett, tehát hogy mi kértük meg erre, hogy veszítsen. És ez, ez, megint csak nagyon érdekesé teszi ezt a, ezt a kérdést. Ez valóban az, amellett, hogyha most egy picit rákanyarodunk már a következő évadra, ami az All Stars évad lesz, ugye most már erről beszélhetünk, a meglepett így a megkeresés? Annak ellenére, hogy azért én titkon biztos vagyok benne, hogy Szabó Tomka és Misinger Péter ezt a Nem Sok című műsort, vagy YouTube csatornát, azért ebben volt egy ilyen rész, hogy ők esetleg ezzel szeretnének imponálni, azért, hogy majd az All Stars évadban szerepeljenek. Noha én körülbelül egy hónapja tudtam meg, hogy lesz All Stars. Vagy hogy esetleg lehetne. A többiek újra voltak pörögve. Úgy kérdezgették, már februárban, már év elején, mondom, Ember véget se ért még ez az évad. Honnan lenne All -Stars? Miből lenne All -Stars? Tehát akkor volt egy ilyen a motiváció A legelején nem volt. A legelején nem. Viszont a közepe felé, amikor már ott a, a harmadik évad vége felénél tartottunk, vagy annak is a közepén, nem tudom, április környékén már így én nem tudom, hogy honnan jött az információ, de elkezdett jönni az az információ, hogy lesz osztály évad. Hát mondom, akkor akkor már kicsit szőjük bele a kis. Ekkor műsorunkba. volt a mexikóinak a, az osztály, az azért. ötlet. az De hogy valójában mi akkor csak így poénból állandóan beleraktuk, hogy de jó lenne, ha lenne, uh -huh. és végül is nekünk is most vált valóságát, csak így visszacsatolva tényleg egy csomót beszéltünk róla. Láttam is egy adásban, a, talán a Bogival, Besenyei Bogival is, uh -huh. és a, ez volt a címe is a. Az adásnak, vagy a Igen. résznek, hogy osztás kérdeztük róla, stb. stb. Igen. És akkor, úgy felvetődött bennem már ez a kérdés, amit most nyilván fel fog tenni, hogy basszus, hát ők erre gondoltak, és erre számítottak. Tehát akkor volt Igen. egy ilyen. Mi készültünk rá? Uh én ezzel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokakat kergettem a, az őrületbe, hogy de lesz, figyeljétek meg, vagy a negyedik, vagy az ötödik, de tuti hózér, hogy lesz. Jaj, Peti, hagyjad már, miért lenne, nem tudjuk, meglátjuk, meg volt egy csomó ellenérv, de hogy én szinte biztosnak éreztem, hogy, hogy lesz, és én annak szurkoltam. Igazából csak az volt számomra a kérdés, hogy a negyedik évad helyett lesz, vagy az ötödik évad helyett lesz. Hogy jön ki jobban a matek? Mert ugye nyilván az ötödik évad helyet jobb lenne, mert akkor minden évadból jön egy fiú-lány, tök jó, megvan a két-nyolc fős csapat, oké. Okay. Ja, számszerűsítve. Számszerűsítve, igen, tehát hogy ez így működne, ha ez a koncepció, nyilván nem ez lett ugye a koncepció, de hogy mi erre készültünk, és talán ezt el is mondtuk műsorban, de ebben nem vagyok biztos, hogy azért volt egy olyan elképzelés, és nem sokat, tehát hogy mi szerettünk volna tudatban is maradni. Ugye mi azért, vagy legalábbis én kevesebbet mozgok a média világában, és itt nem csak a tévét értem, mm -hmm. hanem akár az influencerkedés, akár bármi egyéb. Jobb azért úgy menni, hogy kimegyek, ott állok, ismerik az arcomat, nekem ezt tök jól esik, mint hogy ki ez a szakállás fazon? Te tudod, az elsőben volt valaki, aki kiabált, ez tényleg az? Biztos? Jobb, ha ismerik az embert. Tehát, hogy volt azért benne egy ilyen is. Jó, akkor, is akkor innen adódik a kérdés. Szereplőmániások vagytok? Szereplésmániások vagytok? Na most Hannán, oké, okay, megértem a válaszodat, ki se kell mondanod. Én ha nem. Ha úgy adódik, én akkor nem. lehet... Én, én amúgy minden jóban benne vagyok, de hogy én magamat, és soha nem tudom. Az influencerkedést is csak úgy jött, hogy így véletlenül belekerültem. Jó, tehát... De igazából... igazából és pusolása én a háttérben. Én még ezekért nem ezzel. dolgozom, nem megyek utána, nem teperek azért, hogy én bekerüljek a Youtube-ra. Engem ezek annyira nem tudnak. Én ezeket nem értékelem annyira, mint mondjuk egy szakmai tudást, vagy egy továbbtanulás. Szóval engem azok sokkal jobban érdekelnek, mint az, hogy itt az internet világában ki mit reklámoz, meg mit ad el. De valójában nagy érték a mai világban, és ezért nem hagyom, hogy elveszen, és hogyha esetleg van rá lehetőségem, akkor én ott vagyok, és megcsinálom, és szívesen csinálom meg, de nem ezeket tervezem az életemben. A Peti viszont alig Igen, várja. ezt éreztem a válaszodon. Igen. De itt igen. Ezért is jó az összetétele ugye a ti műsorotoknak. Mert hogy van egy olyan, aki talán ebben visszafogottabb egy picit. Hát Peti meg azért kiadja magából. Szóval én nem vagyok visszafogott? Én ezt nem mondtam. Nálam egyébként úgy működik, de nyilván én pici korom óta mindig szerettem szerepelni. Uh, ahogy öregettem, ez egy picit változott. Uh, régen ezt kiharcoltam magamnak. Tehát ha nem figyeltek rám, akkor addig ütöttem a lába saját, míg valaki oda nem figyel. Vagy nem? valakit. Vagy valakit. Igen, igen, igen. Tehát <laughs> ez így simán. Én nagyon szeretek szerepelni is. Nagyon szeretem megmutatni azt, hogy nekem mi átszúdik le a fejemben. Tehát, hogy szeretem, szeretem magamat adni. Szeretem szórakoztatni is a közönséget. Tehát ezért is vagyok gladiátor. Tehát nem a igen. történelem szere szeretete miatt, hanem egyrészt nyilván szeretek bunyózni, fegyverrel még jobb, nyilván. Persze, persze. gyerekként ugye. Tök normális, rosszú, hogy szurkodjuk de... egymást. Igen? Teljesen. Miért te nem vereket életszerű? botokkal, botokkal, széklábbal, bármivel? Kicsimlen. Soha. neked is, is a... volt valami ügyesség a kezedben, ez nem, a sportja, amikor sportoltál. Nem, sportaltán... nem, volt ilyen. <laughs> már nem is emlékszem, hogy volt. szóval, hogy van egy ilyen, ilyen része is. Most annyiban változott ez az egész, és ez, ez, egy, ez egy, ez egy nagyon jó fűszert adhat az Allstarsnak is, hogy nem bármi áron nem bármi állón akarok szerepelni és középpontban lenni. Tehát én nem vagyok hajlandó érte. Tehát ha, ha, van valaki, és szerintem én, ahogy amit visszanéztem az első évadból, ott is azért itt ott a kanyarban érezhető, hogyha ha több olyan központi karakter van, aki nagyon meg akar valamit mutatni, mindegy, hogy ez a sport teljesítménye, csak simán szereplés, hogy ő tud egy szerepet játszani, a mindset -e, bármi, ha mindenki nagyon-nagyon megy előre, akkor srácok, nem. Tehát, hogy én ezért nem versengek majd, uh -huh. mert eljön az én időm. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem kell. Tehát kivárod a sorodat? Ebből a szempontból? Tehát, hogy oda kerülsz, akkor oké, álljunk bele, csináljuk. De, de ha mondjuk nem kell, akkor ugye vagy. Ez attól függ, attól függ a helyzet, helyzettől mindig. Tehát van-e ott helyem? Tehát ha nem is tudom, keresek valami nagyon béna témát, ami tökre nem odaillik, az a forma egyről beszélnek és mutatják, hogy melyik mennyire ért hozzá, és azzal szerepelnek, hogy, hogy nekik milyen eszméletlen tudásuk van, nem fogok oda furakodni, és a. Jaj, jó, jó, tényleg. Ó, oh, igen, az Aha, tényleg gyors. igen az... és neki volt az a piros autója, ugye? Ugye az a igen. valami cipész? És csak úgy, átasz volt, az magadnak ezzel, ez még ez gázabb, igen. Nem, 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 ez így nem működik. Melyik jön az ideje? Tehát szerencsére vagyok annyi, tehát kilógok annyira a sorból, hogy mindig van olyan szituáció, ahol lehet. És igen, ezt egyébként szeretem természetesen. Ezt jó tudni, mert ezt eddig nem érzékeltem. <gül> <gül> Most azt tudjuk pontosan, hogy ugye megvolt a promóforgatás, voltunk uh -huh. bent, ugye már együtt, kívó csapat, bajnok bajnokcsapat. Uh -huh. Mi volt az első érzésetek, amikor beléptetek a sátorba? Én elmondom őszintén, hogy amikor a, a piros bajnok bajnokcsapattársaimat láttam, én azzal a lendülettel, hogy beléptem, szevasztok, vissza is fordultam. Nem azért, mert hogy mondjuk nem szeretnék egy-egy versenyzőt, vagy mondjuk jövőbeli csapattagot, vagy csapattársamat. Nem volt meg az az érzés, ami három éve. Az a kíváncsiság, az a, az a motiváció, hogy a gyerekek, tök új arcok, ismerjük meg egymást, és tök jó buli lesz. Nem, vissza kimentem. Egy picit nem tudom, az, hogy levegőzni, meg is szétfagytunk abban a sátorban. De egyébként meg ki kellett jönni és átgondolni, hogy ez már más. Ez, más. ez már nem az a csapat. Ez már nem az a légkör, ahol én jól éreztem magamat, hanem megint bele kell egy újba csöppenni, ahol majd ki tudja, mi lesz. Ez kihívóknál? Hát ne, vagy kezdjét, Hanna. Óriási volt a feszültség. Szóval, már hogy, most. Hogy az Be... a durva, igen, hogy, hogy az elején elkezdtünk beszállingozni, és én az elején voltam benne a sátorba, és mondom, de jó, Igazából ez nem is rossz. És hogy jöttek azok a, azok a szereplők, akiknek ugye volt valami konfliktusok a játékban, és ott van a sátorban már az, akivel volt a konfliktus, olyan szinten termelődött az a feszültség, ahogy, ahogy így jöttek be, és tudod, ott be vagy zárva egy pici térben azzal a csapattal, akivel, vagy azzal a csapattársal, akivel nem akarsz amúgy egy légtérben lenni, és semmi kedved nincsen már hozzá, mert az életetek már tök különböző ponton van. Mm -hmm. És, és már nem befolyásoljátok egymás életét, majd besétál, és újra kezdődik ez az egész. Ami nem garantált, oh. hogy újra kezdődik, de most jelenleg akkora feszkó van a kék csapatban, hogy kíváncsi leszek, hogy egyrészt le lehet ezt kezelni, vagy hogy hogyan fogjuk mi ezt ott kint kezelni, mert az biztos, hogy én nem fogom eljátszani azt, hogy jaj, de aranyos mindenki, mm -hmm. és hogyha, hogyha mindenki őszintén viselkedik, akkor mindenki megpróbálja önmagát hozni, és majd a játékban, kiderül az, hogy ki mennyit változott, ki milyen név vált, ki hogyan fog most reagálni a szituációkra. Én azt gondolom, hogy el kell engedni az eddigi sérelmeket, de, de akkor is ott marad egy picit az a kis feszültség, ami eddig is benne volt ebben a, mm. ebben a kapcsolatban. Nekem ugye nincsen igazából a mostani csapatban olyan, Katával megbeszéltem, senki mással nincs igazából ellenérzésem, ellenérzésem van, de hogy nem vagyok rosszba senkivel, azt gondolom, de de az, hogy ott kint, hogy fog alakulni, az a többiekkel fog múlni, és vannak nagyon erős ellentétek ebben a csapatban, akik szerintem egyáltalán nem alkalmasak az együttélésre, nem is tudom kire gondolok, de hogy szerintem ezeket összeengedni újra, az durva. Ha most akkor ezt el kellett, nem, Kire gondoltam volna? Hát én most. Jelen... Milyen párosokra vagy akár. Én hát, most réműen. jelen esetben a. Vesztátor Rosgeri párosra gondoltam elsősorban, uh -huh. de én azt gondolom, hogy a, a Dorcival is nagyon sok mindenkinek van ellenérzése. Én nem beszéltem vele egy szót sem, uh -huh. viszont mindenki mással megpróbálta megbeszélni a kis feszültség forrását, ami ugye volt a második uh -huh. évadban. Hozzám nem jött oda, mert nekem volt egy nyilvánításom ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom... A műsorban? A nem sokban, vagy... Ö, vagy nem, egyébként? a saját felületemen, én, és, és akkor volt egy összezörrenésünk, hogy én ezt uh -huh. hogy képzelem, de valójában azt gondolom, hogy tanárként muszáj belállnom egy ilyen helyzetben, mert példát kell mutatni a gyerekeknek, uh -huh. és az, amit ő csinált, az nem egy jó példa, de én megadom neki a lehetőséget arra, hogy ezen javítson. De azt érzem, hogy ő még tart tőlem, úgyhogy nekem uh -huh. ott van egy ilyen pici kis feszültséghelyzetem, de alapvetően én én már nem vagyok kíváncsi sok mindenkire. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ebben a játékban most már nem azért megyünk oda, hogy barátkozzunk, mert mindenki a másik, az ellenfélből készül. Szóval, hogy a saját csapattársaidból készülsz, hogy hogyan fogod őket legyőzni. Uh -huh. És innentől kezdve már ez nem egy ilyen barátkozós társaság. Hiába próbáljuk majd eljátszani. Biztos, hogy el fogjuk tudni játszani az elején, hogy, el kell. Jó, hogy igen, mi Te milyen ezt... jóban vagyunk, és majd utána meg kijön az, hogy én amúgy arra készültem, hogy téged így foglak kiejteni, téged meg úgy. Aztán lehet, hogy nem így van, de én azt gondolom, hogy mindenki erre készül uh -huh. jelenleg. Uh -huh. Peti? Hát, euh, ugye én már nagyon régóta vágyom arra, hogy visszamenjek. Tehát nekem nagyon lezáratlan volt a, az első évad, azt biztosan elértem, hogy nyáróta tudja, hogy én ezen pörgök megállás nélkül, hogy legyen 800, legyen 800, akarok menni, akarok menni, akarok menni, akarok. És ugye nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy kikkel. És amikor én beléptem erre a, a forgatásra, akkor ugye nekem nagyon jó érzés volt az, hogy vannak ott olyan ismerős arcok, akikkel nagyon szívesen szívok azóta is egy levegőt, és, és nagyon közeli viszonyba kerültünk. Ugye Hanna, Dorka, Kata, nekem ez tök jó, tehát baromi jó. Ugye azóta Kás Andrissal is jobban vagyunk, ugye ott nyilván azért más egy picit a helyzet, mert ugye nekünk volt konfliktusunk, de azt meg tudtuk beszélni. De ettől még ellenfél, tehát előbb-utóbb egymás ellen kell mennünk, ha csak valaki más egyik egyikünket, de hogy optimális esetben azért előbb-utóbb a sportpályán biztos összefeszülünk. Igen. Illetve minde ketten el szoktuk mondani, ugye az Andrással is, hogy ugyan szent a béke és tényleg abszolút baráti, baráti viszony van, de minde ketten nagyon temperamentumosok vagyunk, és nagyon különbözik a világunk, ami viszont feszültségeket szül. Ez a jövőben is lehet. Én azt gondolom, hogy minde ketten nagyon fogunk arra figyelni, hogy semmilyen körülmények között ne bántsuk meg egymást, egymás Ezt akartam, ez, egy, ez Akkor ez egy ilyen direkt cselekedés Ö... lesz annak ellenére, hogy mondjuk jóba vagytok, Ö... vagy mondjuk barátok vagytok. Én azt gondolom, hogy egy tudatos viselkedés, mert mert érezzük azt, hogy könnyen bántjuk meg a másikat, könnyen mászunk bele a lelki világába, és ezt nem szeretnénk. Nem azért, hogy ne legyen feszültség, nem azért, hogy, hogy ne legyen műsor, műsor az lesz, ez biztos. Ez azért van, mert tartjuk egymást annyira jó embernek, hogy ne akarjunk belemászni a lelkébe. Uh, Erre kíváncsi leszek. Péter. Én is. Egyébként én ezt is kíváncsi nehéz vagyok a... rá. Igen. Tehát, hogy ez biztos, hogy nehéz tartani, és ezt mind tudjuk. Tehát, hogy ezt előre, előre beszéltünk is róla, ez tudja, hogy nagyon nehéz lesz. Az igazán komoly kérdés, ja, persze nyilván azért vannak a többi évados versenyzők is, akikkel egyelőre, tehát, hogy én azt gondolom, hogy pozitív a, a viszony, de ez bármikor változhat, hiszen nem éltünk együtt. Tehát a, az első évados gárdával is nagyon jó volt a viszony, amíg ki nem mentünk. Tehát, hogy addig azért béke volt, itt is ez van, meglátjuk, hogy mi lesz, nyilván van elképzelésünk a másikról, de ez kiderül. Itt uh, nálam ugyanára. Igen, igen, igen. Test közelből. Aha. Abszolút, igen. Remélem, Remélem, hogy ebbe azért bele fogok kapni én is, hogy uh, <laughs> itt ez alapján, a beszélgetés alapján mégis hogyan lesz. Uh -huh. hát ezt mondjuk a nézők is fogják látni. Uh, igen. Igen, hát igen. volt fog ide. simán tehát hogy simán benne van, hogy, hogy összefeszülünk bárkivel. Mondjuk a Bálintal nehezen tudom elképzelni, de ez mindegy is. És ugye itt jön az igazán ö, ö, érdekes kérdés, amit azért fel szoktak tenni, amikor itt bárkivel beszélgetünk. Az első évad után is, meg ilyesmi. Hát ugye, Rosgeri. Ugye, amikor. Kerülhetetlen. Nem, egyszerűen nem lehet. Tehát annyira, annyira komoly volt a feszültség, hogy, hogy ezt a kérdést nem nagyon lehet kikerülni. Én, nekem meg ez be is csípődött sajnos, tehát ezt be kell látnom, hogy ez nálam nagyon be van csípődve, ugyanis hát szerintem az elmúlt három évben nem nagyon volt olyan nap, hogy ne jusson a szembe, de ha volt is, akkor nem sok. Tehát te nem sok megint. Wow. Király, egy ilyen padabumot lehet kérni? Köszönöm. Ilyet? Dobok neked egy ilyet. Ah, király, köszönöm, tök jó. Uh, szóval, hogy a, a konfliktusok nekem eszembe jutottak, ezek nagyon-nagyon mély nyomot hagytak bennem. Biztos lehetne keresni az okát, hogy miért, de hogy, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon fájó pont. Emellett viszont azt gondolom, hogy, uh, hogy a Rosgerinek nagyon sok szempontból ott van a helye. Ha azt nézzük, hogy csak a legügyesebb játékosok, akik legtovább jutottak, tehát mondjuk egyéni játékig, akkor nyilván nem. De azt be kell látni, hogy a Rosgeri borzasztóan ügyes, nagyon jó sportoló. Abszolút. És uh, mivel ez egy tévéműsor, ő nagyon érdekes karakter is. És mi nem szívunk egy levegőt. Tehát, hogy én ugrok rá, ő ugrik rá, ez többször közösségi média felületein azért ez elég, eléggé kiderült, nem csak, a, nem csak, a, műsorból. De Peti, azért mert ezt lehetett fújni. Persze. Tehát ez egy olyan konfliktus volt, vagy egy olyan szikra, Azt, hát... amit nyilván berobbantanak mindig, mert én... mire ugronak? Erre. Én mindenkinek ezt mondtam, tehát amikor szóba került, hogy vajon lesz-e, és vajon ott lesz-e, én azt mondtam, hogy akik összeállítják a csapatokat, hülyék, ha nem hívják el. Tehát, Igen. hogy ez egy, ez egy akkora vicc, mert nyilván nem szeretnék feszültséget, de hogy, de hogy annyira, annyira vibrál ez az egész, hogy ennek elég egy apró piciszikra is robban. Amikor megérkezett, ugye ő volt az utolsó, aki, aki fiúként megérkezett, akkor konkrétan hangosan felhögtem, és. Most, a most, forgatáson. most, most, most forgatáson, ugye nyilván ekkor, ekkor derült ki. Jött a kezet fogni, én már felhangolra rögtem, ugye mindenkinek jött köszönni, kezet fogtam, nem mondom, így legyen ötösem alattó. Biztos voltam benne. Tuti. Százszerzelék. Borítékolható volt nyilvánvalóan. Persze, lesz. persze, persze. Tehát ezt az iccet nem lehetett kihagyni. Ugye ebből mi lesz, azt nem tudom. Én azt gondolom, és ugye nekem ezért is kockázatos az Exatlon. Ugye egyrészt felépítettem valamit sportolóként, felépítettem valamit emberként. Én nagyon-nagyon szeretném megtartani azt a, azt a híremet, ami az Exatlon végével megmaradt. Tehát Hű. ugye nekem nagyon rossz hírem volt az elején, ez, ez elég egyértelmű. A végre ez pozitív a változott, ezt meg szeretném tartani. Egy ilyet le lehet rombolni az indulatosságommal, tehát hogyha elpattan a célna, nem szeretném lejáratni magam. És ilyen szempontból azért nehéz ellenfél a Rosgeri, mert hogy ugye azonnal remeg a gyomrom, és, és robbanni készülök, hogyha ha találkozom vele, hallok róla, megszólal, mm -hmm. és biztos, hogy ő is így van vele. És hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy busagabi Gabi, Hanna. Játszunk egy olyan játékot, mm -hmm. hogy mondok neveket, jó, mm -hmm. csak neveket is, vagy válaszolsz egy szóval, ami eszedbe jut róla. Jó, egészen egyszerűen rá kell vágni. Uh -huh. Nem adok gondolkodási időt. Én látom Most pontosan. Már Jó, oké, okay, csak bedobtam, hogy lásd, hogy nagyjából majd esetleg Busa is mondhatom majd ugye a bajnokok közül. Mondjuk kezdjünk egy olyan névvel, aki ugye benne lesz az a zóasztászban, és nem mindenféleképpen kihívót fogok mondani, hogy mondjuk Zozó. <laughs> jöhet, jöhet, mint Aha. sportbeli tulajdonság, mondhatsz olyat uh -huh. is, meg mint emberi. Tehát mondhatsz nyugodtan kettőt is, akár ki is fejteted. Mert kíváncsi. Vagyok. Egy, egy kérdője. Számomra az egy borzasztó egy kérdője. Kérdője. Aha, nagyon, nagyon sok szempontból. Uh -huh. Versenyzőként, amit amit láttam belőle, mert hogy ugye a második évadot kevéssé követtem, volt azért ott is Instagramon, pár részt láttam is. Nem tudom, hogy mennyire erős. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy elég ügyes-e egy ilyen kemény mezőnyben. Ezt nem tudom, de igazából ez a kevésbé érdekes. Én nem igazán értem az a ozót, tehát hogy nagyon más a világunk, ilyen szempontból hasonló a kapcsolat, mint a, mint a Kása Andrissal, hogy nekem az, amit és ahogyan csinál, az nagyon fura. És hát biztos, hogy visszafelé is igaz. Uh -huh. És és én azt gondolom, hogy én, én más világot szeretnék képviselni, mint ő. Ebből lehet konfliktus akár két csapat között. Ezt akartam kezdve így, mint Aha, két csapat. Így, így. Tehát a pályán. Akár. Igen. Emberileg én azt gondolom, hogy nem ismerem annyira az ozót, hogy uh, bármiben is tudhat sem minősíteni. Tehát nem tartom rossz embernek, semmi ilyesmi nincsen. Egyszerűen az a, az a kommunikációs stílus, az a viselkedés, a hozzáállás, a viccei, ezek annyira idegenek tőlem, hogy, hogy ez, ez nekem nagyon fura. Hmm. És nem tudom, hogy ez, ez ez milyen lesz kint? Mert hogy ott nyilván a bajnokokkal kevésbé vagyunk összezárva, de lehet olyan is, ugye, a végén. Tehát ha lesz, esetleg éltünk mind a ketten utáig, de ez nagyon kiéleződhet. Szóval ezért nekem egy kérdőjel, nem tudom, hogy mi lesz. Fura fura számomra az nagyon Lesz időd kitapasztalni az igen. biztos. Vagy. Hát és és hát ebben bízunk bízunk benne, van. benne, én nem bízok benne, hogy te nem sokáig. <laughs> barátként, mert mondjuk el, persze barátként kívánom mindenkinek azt nyilvánvalóan, hogy jól szerepeljön és az ő céljait megvalósítsa utánam, de, de, mint versenyzőként azt azért el tudom mondani, mindenféle nagy képviség nélkül, mert szerintem is így gondoljátok ezt, és erről is beszéltünk. De, de ez azó sok mindenkinek valószínűleg kérdőjel, mert amit ő képvisel, azt szerintem sok mindenkinek még emészgetni kell majd kint. Így. Köztük te is, így de lehet, hogy én is, mert nem ismerem. És ebben, simán, ebben simán benne van az, hogy, hogy egyszer azt mondom, hogy ez sok. És most szélsőségeset fogok mondani, és remélem, azt nem fogják így, így kivágni, mert nem, nem, egyezik a véleményemet, de lehet, Pedig biztosan hogy... ki Igen? Igen, tehát hogy, tehát hogy simán lehet ennek egy olyan kimenete, hogy azt fogom mondani, hogy atyó Isten, nem, az ozó gyalázat, gáz, gázember, nyálas, rossz a humora, hagyjatok békén, látni se akarom, tehát ha futok vele, se nézek át a másik pályára. Jó, nem. tehát a lehet, elhangzott, Igen. de ezt lehet? akkor most már vehetjük, Igen. hogy jelenleg ez... <laughs> Ezek azok a szavak, amiket vártunk az elén. Nem, nem egészen. <laughs> nem, nem egészen. Uh, de az is lehet, hogy én félreismertem az uzót, hiszen nem ismerem személyesen. Találkoztunk már, meg, meg nyilván a, a, médiában is itt ott láttam. Lehetséges, hogy tök nagy haverok leszünk. Tehát, hogy simán lehet, hogy ó, bakker, de fura arcot mutat. Egyébként egy tök jó arc, srác vagy. Ez én. miért nem derült ki, mint ahogy rólam? Ez mint igen. én a... Petivel. Igen. Na, ez hát pont ilyen. Pont, pont ilyen. Ilyen. Biztos, hogy beszéltünk már erről. Persze, persze, persze. Igen, meg a lányok is mondtak nekem nagyon sok ilyet. Tehát, hogy eleinte nem értették a humoromat. A Hanna ezer fronton elmondta már, hogy neki nagyon fura voltam, és hogy, ú, de gáz ez a fazon, és, uff, mi lesz majd, de amikor megértette, hogy ez miből fakad, és mi a lényege a humoromnak, akkor megszokta, befogadta, és azóta nagyon jóba vagyunk. Mm. Ez simán lehet az ozóval is egy ilyen. Benne van Tehát, benne. Hogy számomra ezért kérdőjel az ozó. Kérdőjel. Akkor mondok egy olyat, hogy Kocsis Alexandra. Nagyon szép. Nem tudok róla jó, mit mondani okay, igazából. Az... Nekem, nekem ő egy, egy tipikus szépségkirálynő, akiről nem tudok semmi mást, mm -hmm. mint ennyit, hogy nagyon szép és biztos jó. Ugye úgy a második évados, tehát lehet, hogy esetleg nem is követted annyira, akkor a. Igen. Pályán nem is tudod, hogy milyen. Nem, hogy én tényleg. Jó. Nagyon iraszt, szép. A, és, és nagyon távol jó. vagyok tőle, szóval Aha. fogalmam nincs, Aha. nem tudok róla semmit igazából. Jó. Szép. Okay. Igen. Akkor mondok egy olyat, hogy ez a Gályos Patrik. <laughs> akkor most őszintén, Peti. <laughs> Szemtől szembe mondd el, hogy. Akkor. Szemtől szembe. A szemétláda vívó mester, a mesterlövész, aki, amikor heteken keresztül hülyére szivatom a bajnokokat, és ütöm vágom őket, és ő volt az, aki még így is tudott rajtam pontot szerezni, és ő volt az, akinek, aki képes volt azt elérni a legvégén, hogy, hogy fejben el tudja engedni. Tehát amikor azt érzem, amikor szakadt az eső, és, igen. és és abszolút azt éreztem, hogy na itt már végre megér, elértem azt, hogy ennyire sokan szurkoljanak nekem, és mennyire tök jó, és nagyon akarom, és azt, hogy képes voltál azt elérni, hogy azt érzem, srácok, itt, én nem adom föl, nem megyek a de hogy itt nincsen esélyem. Tehát, hogy így, így szépen lassan elfogytam. Volt és én érzésed? Igen, ott a döntő napja. Igen, dönt, igen. Vagy a, a igen, igen. ugye biztos emlékszel, szerintem neked is eléggé beleégett a, a szürke az első szettet én nyertem, amikor labdával kellett dobni egy, Igen. egy karikába. Aztán jött, amikor ebbe a budiba kellett bedobni egy karikát. Igen. Ott közöm nem volt hozzá. az ott egy... ilyen egyből, azt hiszem, egyből, egyből, kettőből, egy... kettőből, kettőből, kettő, kettő vagy kettő valami ilyesmi, és utána meg háromból kettő. Tehát, hogy aha, valami aha. ilyen, puk, puk, ben volt, ó, menj a fenébe. Tehát, hogy így rá se jöttem, hogy nem így kéne dobni. <laughs> <laughs> És utána jött a harmadik, ugye akkor kezdett el szakadni az eső, amikor erre a csúszdára kellett rádobni a, homokzákokat homokzsákokat. Hát ez... Fájt mindenem. Tehát attól a rossz állástól, a térdem, a combom, a farizm, a, görcs, a... Görcs, a görcs minden remektem. Meg. És azt éreztem, hogy itt már csak dobálok, de hogy nincs esélyem. Egyszerűen nem megy be, és ott fejben feladtam, hogy ehhez én kevés vagyok. Tehát, hogy uh -huh. eddig eljutottam, és amint megfogalmazódott az a fejemben, hogy, hogy szép ez így is. Én így is dobogós vagyok. Na, Na, ott van vége. Ott van ott vége. Van vége és rongy Tehát, hogy ezt azért szeretném <laughs> majd visszaadni, de ez úgy lenne szép, tehát, hogy te tipikusan egy olyan, olyan karaktere leszel az All akivel a végén szeretnék elbánni. Tehát, hogy mm <laughs> 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 fogok haragudni, és tud hogy elküldelek a meleg Ezt még nyilván rá. nem fogom hagyni. Így, így. Tehát, de hogyha, ezért szép. Ha, ha valahogy kiesel, nem, ha valahogy kiesel a vége előtt, az egyéni játék előtt, egy akkor ne, én nem tudok ott kiejteni, azt a csapattársak tudnak téged, akkor tuti elküldelek a francba, tehát hogy akkor kapsz tőlem hideget-meleget, majd a végén, tehát a végén csapjunk össze, nekem azt Jó. tetszene. Tehát Jó. juss el a végéig, és ott, ott zúzzunk. Az egy epik lenne. Két szava <laughs> igen, igen, egy, igen. Ilyen, egy ilyen döntőt akár, igen. Tehát, ha csak nagyon a végére gondolunk. Én, én azt az gondolom, szám. hogy az egy nagyon-nagyon szép vége lenne, hogyha az All stars a férfi döntőjét két első évados, két olyan első évados uh -huh. vívnál, akik egyszer már megmérkőztek a második helyért. Ugye, amikor, vagy nem, de a döntőbe jutásért így pontos, Szép bocsánat. happy end lenne. Aha. Hát mondjuk kettőből egynek. Ott kikapnom megint. Neked meg ugye a revans fájnál. Vagy mondjuk vagy igen, igen, tehát hogy még ott kapnék ki. Igen. Mert hogy nyertem az elődöntőben, Aha. és mondjuk egy döntőben meg kikapnék. Aha. Sokkal ott. Még Aha. egyszer második, vagy? <sínt> nem. nem is tudom, minek nem venni. Nem, nem, tudom, minek venni azt az első évadot. Második. Első. Félig. Valami, igen. Veszte? Nem. Szerintem, nem, ott nyertes voltál. Igen. Oké. Pénz nem Kutya jel, meg vele. nem kérdezi. Igen, a, igen, azért. Egy összes van. Uh -huh. Úgyhogy jó, megyünk tovább. Még kettő nevet fogok mondani. De azt hiszem, benned is, be is, benne is azért az hagyott egy kis nyomot, nem? Abszolút. Ezt, ezt bárki kérdezi, eleinte próbáltam ezt így takarni. Uh -huh. De nem, 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 nem tudom. Nem, az ilyet nem tudom. Az tehát ezek, ezek ugyanúgy érzelmek kiülnek az arcomra, akár a beszédemben, uh -huh. látszik. Igen. Tehát, tehát igen. persze, fáj. Mind a mai napig. Na de itt van egy új lehetőség, itt az All most nem mondom azt, hogy Katával fogok futni, mert ugye akkor ezek szerint maximum ugye ezen a milyen egypontos egy, egy más másképp használják. Nem zászlófutás, valami hirtelen halál is volt. Igen, tehát hogy lehet, hogy ott találkozunk, uh -huh. de hát Katától most valószínűleg búcsút intettem akkor, vagyis hát ő intett nekem inkább, és, és akkor már nem találkozunk. Papdorci. Őt egy picit arra kérnélek, csak azért, mert belenéztem abban a, abba a műsorotokban, ahol egy picit talán kifejtettétek jobban ugye a, az ő személyiségét, viselkedését. Mi a, mi, a, mi a vélemény? Mi az, amit gondolsz róla? És most kerek tényleg nyugodtan mond el, ez csak, csak kíváncsiságból, mert őt láttam, hogy sokan elkapták, és meséltek olyan, vagy mondtak olyanok, amit, amit én nem tudok hova tenni, de most kíváncsi vagyok arra, hogy a nem sok... <laughs> Műsorvezetői mit gondolnak erről? Rá muszáj leszek, majd én is mondani valamit, ha engedem. Az, azért mondtam, hogy ezt csak bedobom, nem muszáj egy szóval, de de kíváncsi a várom. A PAPDORCI számomra egy ilyen új esély. Nem uh -huh. nekem, hanem uh -huh. ő ő tehet valamit magáért, és nem nekem tegye meg, hanem az országnak tegye meg. Szóval én azt uh -huh. gondolom, hogy a papdorciból egyetlen egy dolog hiányzott, a bocsánat kérés, és a bocsánatkérés az fontos ilyen helyzetben és ha egyszer kimondta volna azt, hogy, hogy ő hibázott, akkor valójában ez a negatív hullám már azonnal leszállt volna róla, és egy teljesen új esélyt kapott volna a nézőktől. És az ő saját kis közegében szerintem ő nagyon jól érzi magát, és amúgy sikeres lett az életében, gondolom az Instagram által. De azt gondolom, hogy ilyen esetben meg kéne tennie ezt az egyetlen egy darab lépést, hogy azt mondja, hogy hibáztam, bocsánatot kérek, és és szeretnék ezen változtatni. De az első benyomásom az volt róla, hogy nem igazán e felé megy, ami majd persze kiderül a játékban. De én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon más világhoz tartozunk. Én nem szeretem ezeket a nagyon káronkodós, kicsit fiúsan viselkedő lányokat a saját baráti társaságomban. Úgyhogy nem gondolom, hogy valaha is barátok leszünk, Egy, egymás mellett el tudunk élni, de más értékekkel rendelkezünk, nagyon más értékekkel rendelkezünk mm. a, a papdarcival. És én szeretném, hogyha előbb-utóbb kijönne ebből a negatív hullámból, amiben belekerült, de ezért csak ő tehet. És nem fogja senki kirángatni, hogy ja, én azt gondolom, a papdorciró, hogy amúgy aranyos lány, nem én leszek az, aki majd azt mondja róla, hogy aranyos. Ő tegyen azért, hogy hogy kijöjjön ebből a, ebből a negatív hullámból, de nem látok rajta akkor hajlandó Igen, ezt a, ez lett volna a következő, és Peti, elmondhatod majd mindjárt, vagy, visszakanyarodunk, hogy tehát akkor tehet rád jó benyomást, vagy feléd? Tehát azt mondod, hogy... Én most nem azt, mondom, hogy, nem azt mondom, hogy bocsánatkéréssel. Nekem nem tartozik Tehát, bocsánatkéréssel. Oké, okay. csak már beszéltünk Igen, erről, hogy úgy mondtad, hogy akkor azért... Tehát tehet feléd valamilyen pozitív benyomást, hogy ő más színben jöjjön fel a te képzeletedben. ezt a, a tavalyi évben értékeltem át, és azóta lettem nyitott erre a dologra. A Dorci 18 évesen szerepelt ebben a játékban, és most 16 éves lányokat tanítok a, a uh -huh. suliban. És igazából 16-18 éves tini lányok nagyon gonoszak tudnak lenni egymásra, brutálisan, és lehet, hogy nem gondolnak bele abba, hogy mit mondanak abban a pillanatban, de amikor már felnőtté válnak, és a felnőtté válasnak van egy folyamata, amikor, amikor a véleményedért felelősséget válasz, amikor kiállsz magadért, és, és igazából saját döntéseket hozol, akkor válik ez már gonoszsággá. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a Dorci az vergődött ott egy ilyen szituációban, mm. és vég, soron rosszul jött ki belőle, de alapvetően, hogyha ő már most húsz évesen úgy dönt, hogy igenis tudom, hogy mit tettem, és ezért elnézést kérek, vagy bocsánatot kérek, akkor szerintem senki nem haragudna rá. Biztos van egy-kettő, aki még ugyanúgy írogatná, Persze. de hogy alapvetően a nagy, a nagy közönségnek igazán... Neki ez nem lenne elég valószínűleg? Én nem tudom. Alapvetően a bántásnak mindig két oldala van. Van egy fel és van egy bántalmazott, de a bántalmazott mindig úgy alakul ki, hogy okot ad rá. És én nem azt mondom, hogy a Bogi megadta rá az okot, de biztos, hogy volt valami a háttérben, ami kiváltotta ezt a nagyon durva ellentétet a két lány között, és ez nem egy oldalról. Szóval nem lehet valakit leuralni, főleg úgy, hogy a Bogi egy felnőtt nő, nem fogja tudni leuralni egy 18 éves kislány, akkor, hogyha nem ad rá valami olyan utat, ahogyan bejutott oda, és, és uralkodott a dorci a bogin, és lenyomta. Alapvetően teljes mértékben két embertől függ ez a dolog. Abszolút. Én azt hiszem, hogy hogy nem szabadott volna ezt a, a boginak némán tűrnie. Alapvetően mm. neki kellett volna önmagáért kiállni, és valójában ez is elmaradt a játékban akkor. Így utólag persze lehet haragudni a másik félre, hogy miért bántottál? Vajon miért bántottál? Szóval, hogy van ott valami a háttérben, amiről szerintem mi nem tudunk, hogy. Hát hogy Az mi most volt. már biztos, hogy a következő páros, akivel itt fog beszélgetni, az Bersenyei Bogé és Pabdorci lesz. Így egymás mellett. Aszt ez nem hiszem. komoly. Ezt, meg, ég... meg lehet próbálni. Jó, én ez Valószínűleg erre nem sok esély van. Szerintem igen. vívó tört hozzá? Magadnak mindenképpen. Közéjük legalább valamit. Hogy levívják őket. De ez egy egészen jó beszélgetés szülne. Sok mindenre biztos, hogy kapnánk választ, amit ugye nem tudhatunk, mm -hmm. hogy miért volt ez. De de biztos, hogy azért azért a. Hogy ismét? Tehát a ki, érdekes módon, ha megnézzük az évadokat, a kihívóknál mindig van valami hepajkodás. Peti. Mind ezt mindig. mindig. Neked nem kell mondani, persze, de mindig van valami. Visszakanyarodva, bocsánat. Uh -huh. Ö ha gondolod erre is, tehát én azt gondolom, hogy a hepajkodás azért van, mert a kihívók nagyon szeretnék megmutatni maga, magukat, szerepelni, tehát hogy ők akarnak uh -huh. lenni a, mondjuk az arcai, talán az egzatlannak. szemben a bajnokokkal, akiknek már ismert az arcuk, nagyon sokan követik őket, mindegy, hogy ez mondjuk egy Instagramos követést jelent, vagy csak úgy általában, de és figyelik, hogy mit csinálnak, tudják, hogy ők példaképek, és tudják, hogy hatással vannak az emberekre. Ezek ez már átfordult? Meg... Bocsánat. Igen? Szerintem ez már átfordult. Lehet. Lehet, hogy nem átfordult, inkább a balansz fordult egy picit talán egyensúlyba aki hívókkal kapcsolatban, talán egy osztályzba. Lehetséges. Lehet. Ismert arcok jönnek. Igen, Eken igen, igen. Összereplővé vált civilek. Így van, most mindenki más jobban fog vigyázni, vagy mindenki más Persze. is jobban fog vigyázni az arcára, de szerintem ebből vannak amúgy a, a konfliktusok, hogy a, uh -huh. a bajnokok egyszerűen félnek, vagy nem félnek, ez nem jó szó, nem akarják tönkretenni azt az imidzset, amit a sport teljesítményükkel elértek. Tehát ez csak ennyi. És amúgy a Dorcival kapcsolatban maximálisan egyetértek Annával, tehát az új esély az annyira jó szó rá, vagy tehát, hogy az, azt nem tudtam volna szebben mondani. Én szeretném azt hinni, hogyha ha, Dorcihoz Dorciban még nem ülepedett -e, hogy mi volt az, amit ő hibázott, hogyan kellett volna máshogy, én nagyon szeretném, hogyha az Exiton All Starsból egy olyan Dorci jön, jön neki, aki egy sokkal pozitívabb karakter. Lehet, hogy most még nem tartott, ezt nem tudom, ez majd kiderül, tehát én nagyon szeretnék pozitívan állni a Dorcihoz. És tök jó lenne vele. nagyon sokat beszélgetni, mert én kíváncsi vagyok rá. Ugye én is tanítottam öt évet, és hasonlókorú fiúkat, lányokat tanítottam. De az is hozzátartozik, hogyha bármi olyan lesz, amit én láttam a második évadban, akkor azt nem hagyjuk szó nélkül. Tehát, hogy én biztos nem. Tehát egyszerűen nem, nem fér bele. Olyan, tehát, hogy én szeretnék ilyen szempontból akár pajzsként is funkcionálni. Oké, okay, de lenne kommunikálva mondjuk az is a pajzson kívül, mm -hmm. hogy mondjuk te megismered teljesen másként őt. Mm -hmm. Hanna is akár. Még ha nem is fognak beszélni. <laughs> Vagy annyit, annyit akár társalogni. Egy-egy szituációban. De lehet mondjuk egy ilyen átfordulás? Hogy úgy pajsként, uh -huh. hogy te megismerted, vagy láttad valahogy a tévében, mondjuk az első vagy a második évadban. Uh -huh. És mondjuk kiderül az, hogy mondjuk egy tök aranyos csajszzi. Nekem simán benne tehát van. akkor Tehát akkor ettől függetlenül az is pajsként, hogy te úgy véded be akár őt, uh -huh. vagy akár más előtt, aki mondjuk beleállna, hogyha megismerted és ő egy uh -huh. pozitív személyiség, akkor így is működhet? Ettől függetlenül, hogy mit uh -huh. láttál a második évadban? Én azt gondolom, hogy ö, a múltnak a hibáit azt elfelejteni nem lehet de elfogadni, elfogadni igen. Uh -huh. Tehát valószínűleg, ahogy mi a Gerivel nem nagyon leszünk soha puszipajtások, a Dorci-Bogi páros sem. Ugye az, tehát én a Bogival nagyon jóban vagyok. Beszélgettem is erről a témáról sokat vele. Uh, én neki is elmondtam, hogy én, én hiszek abban, hogy a Dorcin lehet pozitív irányba változtatni. Uh -huh. uh, ettől még lehet olyan, hogy számomra pozitívnak tűnik a Dorci, és felém nagyon nyitott, kommunikatív, kedves, tehát egy csomó jó dolog, és mégis van egy, egy masszív feszültség a, a két lány között, én soha nem szeretném olyanhoz adni az arcom, ami a másik évadból, második évadban volt. Második évad? Tehát, hogy én én ott leszek, és ezt, ezt szeretném nem hagyni. Uh -huh. tehát egyszerűen nem fér bele. Mindegy, hogy ez verbális vagy, vagy fizikai agresszió. Uh -huh. Nem. Értem. Jó, akkor most megvannak ezek a nevek, uh -huh. szerintem kivégeztük, és talán túl is tárgyaltuk. Zárásképpen ez nagyon fontos, hogy azért, ahogy említettem, közszereplőként mentek már ki, nem csak szimplán civilekként. Tehát tulajdonképpen példaképek vagytok ti is, akár mint a bajnokok vagy a pirosak. Mi az a motto, amit mondjuk követtek? Hát a gladiátoroknak egy csomó ilyen lesz a hogy <laughs> szerintem tized is fel tudnám sorolni. Hát mi az az irányelv, amit te képviselnél, vagy megtartanál az exatlonban? Mihez, mihez tartod magad? Valljuk azért, vannak mutatói ennek a műsornak. Tehát mi az, ami, amihez te azt mondod, hogy jó, te nem engedsz ebből? Nekem két sarkalatos pontom van az egzatlomba Az egyik az, hogy én azt fogom mondani, amit őszintén gondolok, és, és azt szeretném, ha mindenki azt mondaná, amit őszinteség? őszintén gondol. Ez és az őszintesség, azt szerintem nem csak az egzatlomban, az életben is nagyon fontos. Az, az, amit alá tudsz támasztani, meg tudod védeni, nem lesz belőle egy hazugság cunami, hanem az mindig az, ami belőle jön. Ezt te tartod? Én ezt tartom. A másik, ami számomra nagyon fontos, a teljesítmény. Engem nem Engem? érdekel annyira az, hogy ki hogyan tud ö, szerveződni csapatokba, Nekem az számít ebben a játékban, hogy ki az, aki ügyes, ki az, aki ügyesebben teljesít a pályán, ügyesebben dob, és ki az, aki nem annyira. És én azt szeretném, hogyha uh -huh. a végén csak a teljesítmény alapú ügyes játékosok maradnának benne. Engem nem érdekelnek a becipelt játékosok, akik azért vannak ott, mert jaj, hát a csapat olyan jól teljesített, te is gyere velünk. Nem, uh -huh. teljesítse azért, hogy a végén bent legyél. És én ezt szeretném elérni, hogy csak a jók legyenek a végén. Korrekt. Uh -huh. Oké, okay. abszolút, persze, megvettem. Mm. Nekem a, a, teljesítmény ilyen szempontból kicsit kevésbé fontos, mint a Hannának. Nem fogok azért valakire jobb vagy rosszabb szemmel nézni, mert, mert ügyes a pályán. Ez számomra teljesen irreleváns igazából. Az őszinteség az nálam is nagyon-nagyon fontos. Én azt szeretném, tehát én az őszinteségnek is nyilván vannak szintjei. Tehát, hogy itt egy ilyen játékban, ahol, ahol mint ahogy azt láttuk többször is, nem feltétlen csak a pályán tudott kiejteni a másikat. Itt azért több szintje van az őszinteségnek. Én azt szeretném, az fontos számomra, hogy a, hogy a nézők őszintének tartsanak, illetve természetesen a barátaim. Mindegy, hogy ezek kint vannak velem, vagy sem. Én nyíltan szeretném csinálni azt, amit csinálok, hogyha ez, ez akár negatív, mondjuk egy, egy vita kapcsán, vagy akár egy, egy csavarás, hogy kieltsek valakit valamelyik csapatból, azt is tudjam, tudjam úgy vállalni, hogy büszkén és egyenes gerincsel tudjak menni az utcán. Nekem, nekem őrült, ez volt a nagyon-nagyon jó élmény az első évad után, és ezt szeretném megtartani, hogy amikor egy, egy bankigazgatóval beszélgetek munkám kapcsán, és mosolyog, és, és úgy néz a szemembe, ezt nem akarom elveszíteni. Nem szeretnék olyat, hogy valaha azt mondják, hogy Peti, te azért nagyon simlis vagy, nagyon sunyi vagy. Mm -hmm. Engem ne tartson senki. és Tehát nekem is az őszinteség. Ezt hát akkor azt, azt ezt elmondhatjuk, hogy az őszinteség, amit ti is ketten elmondhatok, mm -hmm. végül is csak hogy alátámasztva, ez a legfontosabb nektek. Igen, igen, igen. Azt érzemben, azt, hogy az, az, hogy akár ki beszélgetni utána egy igen. bankigazgató bárkivel, akkor ne. Az másik, hogy ne az alapján bélyegezze meg, amilyen a műsorban volt, mert egy műsorról beszélünk. Mm -hmm. Leginkább ne kelljen magyarázkodni. Ne kelljen magyarázkodni, Magadért amit te ott kevent képviselsz. Uh -huh. Így van, igen, igen, igen. Egyébként tehát, hogy nem akartam ennyire ne, ne úgy kiemelni ezt a bankigazgatót, de volt olyan is, hogy kocsmában jött oda valaki, hogy Peti, én baromira utáltalak az elején, rahatul nem viseltelek el. A végére nagy nehezen elviseltelek, akkor már értettem, de hogy nem, 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 nagyon nem. Egyébként te tök jó arsz vagy, és bírom a búrádat. Uh -huh. Nekem ez is elég. Tehát, hogy ez, ez, így, ez így bőven elég, büszkén tudjak menni az utcán. Büszke legyek arra, lényeg, amit ott ez. nyújtottam. Ez a lényeg. Ennyi. Figyeljetek, én ránézek az órára, és egy óra 11 perc, amit most itt elbeszéltünk, körülbelül 10 percnek tűnt egyébként. Azt sem tudom, hogy hol fogjuk ezt megvágni. Mármint, hogy miket. Nem kell megvágni, így fel Tehát ez, ez egy, ez egy ilyen olyan beszélgetés, ami, ami szerintem brutál, brutál, jó volt. És akkor így utolsó felvetésnek, hiszen azért tudjuk, hogy nagyon sok gyerek követi ezt a műsort. Uh -huh. És ti is szeretitek a gyerekeket. Hát ezt hogy alapból nem kell mondani, hiszen ugye a tanárként Peti meg extonárként Ex Ex ja. szerintem meg... Na, tehát, hogy nem kell magyarázkodni. Mi az, amit nekik üzentek? Mi az, amit... Tudjuk azt, hogy a gyerekek ugye nézik, tehát ezért is kéne úgy bánni a műsorban, vagy úgy kéne viselkedni, csak ugye itt nem fér össze azzal, hogy te őszinte maradsz sokszor, vagy úgy vélekedsz. De mi az, amit te most üzenél a gyerekeknek, a nézőknek? Hogy ezt hogyan nézik akár, vagy bármilyen múlta vagy sport sporttal rendelkező, sportolással rendelkező gyerek, aki nézi az exatlont, annak mit üzennétek? Hogy a sport sportszerűségre tanít. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki elmegy valaha az életében sportolni, az onnantól kezdve nem fog úgy bánni az emberekkel, ahogy a mondjuk egy-egy műsorban láthatja. A csapatásait a tiszted, szeresd, amennyire kell, és, és, ne, legyél, ne legyél gonosz a másikkal. Szóval nekem a gonoszság az, amit, amit kiemelnék, hogy direkt rosszat ne akarja másiknak. Tehát inkább fair play, akar megverni, a, már úgy mondom, van, hogy akarja a vele. Játékban, teljesítményben, tudásban kell a másikat legyőzni, és nem nem gonoszsággal. Úgyhogy én ezt, ezt szeretném. Ez akkor. Aha. Igen. Um, tanulj. Tanulj mindenkitől. Tanuld meg azt, figyeld az embereket milyen szeretnél lenni, milyen emberré szeretnél válni. Ne, ne azt mondd, hogy olyan akarok lenni, mint a Vesztátor, vagy olyan, mint a Rosgeri, vagy, a, vagy bárki. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen műsort, ahol az emberek életébe Kaptunk egy kis láthatunk ezben. bele, és nagyon komoly sport ki tudjuk választani azt, hogy kiben mi tetszik. Én milyenné akarok válni, milyen emberré. Ennek tetszik az emberekkel való viszonya, annak a sportteljesítménye, a harmadiknak a kitartása, és szerintem ezt így kell figyelni, hogy ö, tulajdonságokat átvenni, megtanulni, átérezni. Ennyi. Tehát akkor Hannától, hogy merj játszani, tulajdonképpen így átfordítva, hogy merj játszani, vagy így, vagy úgy, de Igen. fair play-jel, és úgy, ahogyan azt mondjuk akár a tanárnéni, tanárbácsi megköveteli a teszi órán, így van. De legyél önmagad. Hát Peti meg akkor azt mondja, hogy tanulj minél többet. Igen. És figyelj. Tanulj meg ember lenni. Igen. És ne embereket kövess. Egy csomószor kérdezték tőlem is, meg a gyerekektől is, ki a példaképed? Hagyjuk már. Nem, nincs példaképem. Mm. Nekem nincs. És azt gondolom, hogy a gyerekeknek sem feltétlen kell, hogy egy ember legyen, hanem tulajdonságok, viselkedés minták, hogy miben akarok hasonlítani arra az emberre. És úgy már jó a példakép, hogy neki annak a tulajdonságára szeretnénk hasonlítani, ezt figyeljék. De abban most a biztos vagyok, hogy tanulhattam tőletek, nemcsak a gyerekek, hanem most már tényleg én is itt érek haza. Én sok sikert kívánok nektek a versenyben, bárhol is vagyunk most az időben, ha már éppenséggel futtak a pályán velem vagy más ellen, de tényleg őszintén kívánom azt, hogy érezzétek jól magatokat, azért az egzatlom az is fontos, hogy élvezd, amit csinálsz, meg az élet bármely területén. A nézőknek is nagyon szépen köszönjük, hogy az expo első részében belenézhettek abba, hogy mi történt Szabó Tomka Hannával, és hát már szinte csak Vestátorként, Missinger Petivel. Nagyon szépen köszönjük, a következő részben jövő héten találkozunk. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok!